Szent szar, miért bujkálsz így? Nem voltam, már 10 perce itt állok. Tényleg? Nem vettem észre. Észrevettem, hogy észrevetted. Nem értem. Mostanában már nem figyelsz rám egyáltalán, mintha átlátszóvá váltam volna. Nem hallasz engem. Egyáltalán nem is látsz. Mi az? Ezt mondom én is. Gyakrabban kellene együtt lennünk, elmennünk például valahova. Aha. Tényleg, te is így gondolod? Igen, igen. Nagyszerű, akkor megyek átöltözni, és elmegyünk randizni. Nagyon szuper lesz. Ó, igen, igen. Pontosan, legszaftosabb és legzsírosabb savarma. Ennyi, viszlát. Úgy tűnik, nem voltam egyedül. Rendben. Gyerünk! Gyerünk, már csak egy kicsi maradt! El kell jutnunk a mentéshez! Gyerünk! Nos, félelmetes! Gyerünk! Ó, valamiféle robot! Szükséged van rá, hogy... Itt mindenki sétál. Gyerünk! Fedezlek, menj, kapd el! Leszedem. Gyerünk! Meddig várjak még rád? Ne várj! Mi olyan nagy dolog? Megegyeztük, hogy együtt lógunk. Erre nem emlékszem, tehát nem történt meg. Hogy érted ezt? Már felöltöztem és kisminkeltem. Randit ígértél nekem. Gyerünk, menjünk! Gyere velem! Miért nem? Most nem érek rá. De miért? Miért? El vagyok foglalva azzal, hogy virtuális pofonokat osztogatok mindenkinek. Ha! Hű, ne már! Ó, ne! Fenébe! Aj. Már majdnem kivittük a szintet, ugyan már! Hogy történt ez? Aj. Most már mehetünk. Nem. Nem érek rá. Napraforgó magot eszek. És most? Még mindig elfoglalt vagyok. Elfoglalt vagyok. Annyi dolgom van, nem tudok lépést tartani.
Szükségem van a segítségedre. Sajnálom, de most elfoglalt vagyok. Akkor kit kérjek meg szerelmi varázslatra? Úgy tűnik, most már szabad vagyok. Kit bővölünk el? Érdekel. Készítsünk egy szerelmi bájitalt. Gondolj rá úgy, mintha egy gangszer lenne a kezedben. Soha nem gondoltam, hogy könyvek hasznosak lehetnek. Csak próbálj meg egyszer elolvasni egyet. Szükségünk van denevérszányra. Nekem csak csirkeszárnyam van. Jól van, dobd be. Undorító. Oké. Egyszarvú tüsszentés. Nagyon szeretem az egyszarvúkat és a színeiket. Tudok tüsszenteni. Próbáljuk ki. Ámortolla. Szerintem egy párna is megteszi, nem gondolod? Egyetértek. Most mi lesz? Nos, meg kell keverni és várni egy kicsit. Rendben, végeztünk. Gyerünk, menjünk! Készítsünk valami mást is. Tessék, van itt szerencseital. Az olyan közhelyes. Nos, itt az igazságbájitala. Unalmas. És a ránctalanító főzet? Ó, mesélj erről többet. Igazából nincs rá szükségem, de egy barátomnak kérem csak. Hogy készíted, mi kell hozzá? Ó-hó! A főzés nem a ti világotok. Ne idd meg! Miért? Már késő. És hogy érzed magad? Úgy tűnik rendben van. Ó. Ó. Valami baj van? Nem látok semmit. A bájital elvakított. Ez nem bájital, hanem varázslat. Működnie kellett volna, de valami nem stimmel. Szerelmi varázslat? Mikor hagyod abba a varázslást? Muszáj volt. Szükséged van egy kis jó beszélgetése, és én most ezt teszem. Előbb-utóbb eljutok hozzád. Nem hatáltak róla. Egy maradt. Menjünk. Szia. Oké. Mondd el, hogy vagy? Hogy vagy, haver? Hé, haló, beszélni fogsz velem ma, vagy mi lesz? Hé, szia, mi a fene? Szépen bántam veled. Azt akarod, hogy rosszba legyünk? Szóval azt akarod? Ugye? Ha? Itt van ez neked. Te kérted?
Működött? Nos, valami határozottan megváltozott. Szia! Szia, barátnőm! Jól nézel ki. Köszi! De én természetesen jobban nézek ki. Ezt nem mondanám. Hűha! Milyen sima bőr! Milyen krémet használsz? Ez egy gyilkos manikűr! Tudnál ajánlani egy műkörmöst? Persze, elmehetnénk együtt körmöt csinálni, jó móka lesz. Jól érezzük magunkat. Ott pletykálhatunk. De először is hidratálnunk kell az arcunkat. A nap. Pontosan tudom, mire gondolsz. Van néhány arcmaszkom. Nagyon jó. Tökéletes. Aj, gyerünk, gyerünk, menjünk. Már egy órája a tükör előtt állsz. És akkor mi van? A szépségem sosem öregszik. Úgy volt, hogy manikűröshöz megyünk. Ó, persze. Majd nélküled megyek. Mi? Miért? Hát... nem mehetek ki így. Hát tönkreteszed az egész külsőmet. Hogy érted ezt? Nos, én olyan ellenállhatatlan vagyok, de meg csak... fúj! Aléna lemondta. Nem lesz többi. Menjünk! Beszélnünk kell. Igen. Ez nem a legjobb időpont. Nem, most kell beszélni. Hagyd abba a trükkjeidet. Teljesen megszállottja vagy a szerelmi varázslatnak. És mi szenvedünk miatta. Először is megvakultam. Aztán a gengszter rám hajtott. El kell felejtened a mágiát. Egyszerűen nem megy neked. Ó, nem. Néhány dolog működik. De nem jól működik. Azt hiszem, igazatok van. Valószínűleg nem kéne többé megpróbálnunk semmit sem elvarázsolni. Remek. Jó, hogy megbeszéltük és rendeztük a dolgokat, mielőtt valami katasztrófa történne. Igen, igen. Semmi sem történt. Fuss gyorsabban, ott egy szörny! Fogas és ijesztő! És farka van! Majdnem! Oké. Azt hiszem, mindent értek. Akkor tűnjünk el innen gyorsan, mielőtt ez a két tyúk megint valami hülyeséget csinál. Teljesen egyetértek. Akkor siessünk! Srácok, várjatok, hová mentek? Hová mentek? Távol innen. Távol tőled és a varázslatodtól. Bocsánat, nem akartuk, hogy ez történjen. Baleset volt. A balesetekért kapsz egy pofon, majd egy seggberúgást. Ígérem, hogy nincs több varázslat vagy bűbáj, sem idézés. Semmilyen mágia. Tényleg? Tényleg. Nos, akkor... Mi az ott?
Úgy tűnik, mint egy robbanás. Jaj, ne! Ott hagytam olyát egy üveg bájtallal. Talán elejtette. Mi meg kell mentenünk? Olya! Tartsd ki, jövünk! A másodikra menjünk! Arra! Fel! Hé, srácok! A rózsaszín egyszarvú kakitok úgy döntött, hogy szünetet tart. És már egy ideje szeretnék valakivel szórakozni. Mi a helyzet? Nos, a mágia nem is olyan rossz. Csináld újra! Szenték! Te nevettél. Nem most! Fuss gyorsabban, ott egy szörny! Fogas és ijesztő! És farka van! Ez jó dolog. Nem jó, nagyon nem jó, nagyon-nagyon nem jó. Gyere vissza, Vladik! Igen, igen. Nem történt semmi. Jaj, ne! Egyedül hagytam a bájtalokkal, és ő... Valéria összezavarodott. Minden jelenet rosszabb, mint az előző. Jaj, ne! Egyedül hagytam egy üveg... Ott hagytad olyát egy üveg bájtallal. Egyedül hagytad bájtalokkal. Egyedül hagytad. És elejtett valamit a Lena. Most tényleg ezt mondjátok? Igen, elejtett valamit. Nos, a mágia nem is olyan rossz. Nos, én olyan ellenállhatatlan vagyok, de meg csak egyszerűen fúj. Ez annyira jó volt. Ez a macska morgás mindig megnevettet. Nos, én ellenállhatatlan vagyok, te pedig csak egy...